Ez egy bónusz trap quiz epizód lesz, ugyanúgy 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, a PP3 tagja és rajongó fognak párbajozni. Szerintem egyébként ez egy kicsit nehezebb talán, mint a többi. Kíváncsi vagyok, mennyire fogják tudni a srácok, de nagyon várom már. Na srácok, hát akkor el is kezdeném. Óriási szeretettel üdvözlök mindenkit, aki itt van, aki itt maradt ezen a rendhagyó live trap quiz műsor adásban. Remélem, hogy a többségetek azért ismeri ezt a formátumot, de ha valaki nem látott volna még egy epizódot sem, akkor annak mondom, hogy hip-hop zene, pop zene, itt most kevésbé ez pop zene, de amúgy az is belefér, divat, fashion, streetwear, ilyesmi témákat érintünk ebben a kis műsorban, és a mai alkalommal is ez lesz. A PP3 tagja fog megmérkőzni rajongókkal, rajongókból álló csapattal. Először is egy óriási tapsot kérek a PP-nek. Most pedig egy még nagyobb tapsot kérek a rajongóknak. És szeretném megemlíteni egyébként azt is, hogy két csapat volt eredetileg, tehát ők már tovább jutottak egy fordulón. Akkor először is szerintem mutatkozzatok be, tehát mondjátok el, hogy mit kell rólatok tudni, mióta hallgatjátok a PP-t, az OTL-t, stb. Sziasztok! Bocs, kicsit ideges vagyok. Szajki Benyáminnak hívnak, 16 vagyok, mindjárt 17 leszek. Mind a három egyébként Tatán élünk, és hát így az OTL közegén körülbelül egy ilyen két éve ismerkedtem meg. Először nyilván a klasszikusokkal Kisé, Misi, majd aztán természetesen rátaláltam a PP-re is, és tényleg voltam már jó pár koncertetek, nagyon nagy élmény, és tényleg elképesztő, hogy itt lehetek, és tényleg nagyon szépen köszönöm a lehetőséget mindenkinek. Sziasztok, én Néberhart Ákos vagyok. Úristen Jézusom, egy ember van itt. Hát én is egy ilyen 2-3 éve hallgattam az OTL-t, a PP-t is az első album óta. Ja, igazából királyok vagytok. Köszi szépen, tesó, ti is. Sziasztok, én Benke Bendegúz vagyok, szintén 17 éves vagyok, és ugyanúgy Tatárba jöttem. Hát az OTL-t kb. 2019. július óta hallgatom, 13 éves volt, és nagyon kemény. És az első szám, amit hallgattam így ebben a szénában, az a Falafel volt még figurától, szóval ez nagyon kemény szám szerintem. Hát először utána talán Ibi Ganget hallgattam, az Ebéd és a Budapest Éjfői Klub hatalmas hatással volt rá. Ebéd, go, tehát track, mindig mondom Petinek, hogy nyomj el, és soha nem nyomj el, pedig az Ebéd, tesó, ő is vágja, meg én is. Fú. Amúgy nagyon izé, hogy gerjed ez a mic, ez miért gerjedhet ennyire? Ez gerjed, vagy az? Nem vágom. Csókolak, mozdra már, bocsi. Ja, és igazából PP-t meg hát a kezdetek óta. Ennyi, köszi szépen. Yeah, köszi, bro. Na hát köszi szépen, és akkor nincs is más hátra, mint előre, tehát akkor vágjunk is bele most a kis felvezetés után. Egyébként annyit elmondanék, hogy egy kicsit itt túlerővel vagytok, mert közületek ketten már jártak nálam trap quiz forgatáson. Gyuri is ugye Eko Andrissal volt párban. Grassa pedig a telefonos segítség volt Eko Andrissnak, nem is akármilyen élőben. Úgyhogy Szalai szerintem azért te is fel fog zárkózni. 10 kérdés az összesen srácok, és 4 válasz lehetőség, tehát A, B, C, D. Szerintem vágjunk is bele, nézzük az első kérdést, hogyha készen álltok. Tehát hány tagja van az OTL-nek? 21, 11, 14 vagy 9? De nem biztos, hogy ki tudja jobban, az OTL rajongók vagy az OTL tagok? Ki mondja először? Megvagytok mindenki? PP, mire tippel? Mi a C-re? C-re? Tehát 14, és ti? Arra tippelünk. Hát a rajongók találták el, mert 21. Mi? 21 tagja van. Te soha nem. Biztosan mentem, és magától, Slogattól kértem el az infót, felhívtam telefonon, és Slogatt mondta el nekem, hogy 21 tagot száma jelenleg a saját neméből ötök. Gratulálok, srácok! Ez akkor eddig 1-0. Menjünk tovább, ne égessétek magatokat tovább, srácok! Mikor volt az első OTL buli? Évszámot szeretnék hallani a két csapattól. 2015, 2016, 2017 vagy 2018? Akkor most kezdjétek, Titi, mire tippeltek? 2018 D válasz. És ti, PP? Mi is erre tippeltünk. Mindketten jól tudtátok, igen. 2018 áprilisában volt az első OTL buli. Egyébként valaki fölépett közületek? Azon a bizonyos buli? Gyuri is. Gratulálok. 2-1-re szépített a PP csapat. Nézzük a harmadik kérdést. Melyik magyar rappernek van
2,5 millió forint értékű sneaker gyűjteménye. A. Manuel, B. BSV Gaben, C. VZ, D. Mis. 2,5 millió forint értékű sneaker gyűjtemény. Jó, akkor maradjunk. Megvagytok? Meg. Na mire tippeltek akkor? Vágott a show, a B-re tippeltünk, de amúgy már a halk vagyok, nem? BSV Gaben. Ja, BSV Gaben. És ti mire tippeltek? Mi is a B-re. Mindketten eltaláltatok, tényleg BSV Gabennek van nagyjából 2,5 millió forint értékű sneaker gyűjteménye, úgyhogy 3-2 az állás jelenleg. Haladjunk is tovább. Hány darab Big Red Boots van Magyarországon? Egy darab csak Manuelnél van. Kettő darab, mert időközben AKC Misi is beújított egyet. C. Fél pár, mert Manuel elhagyta a felét. Vagy 0 darab, mert Manuel is csak kölcsön megkapta. Akkor mondjátok, hogy ti mire tippeltek. Az A válaszra tippelünk. Tehát egy darab csak Manuel, és ti mire tippeltek? Mi is. Akkor ti is ez egy darab Manuelra tippeltek. Mindketten ezt is jól tudjátok, srácok, mert tényleg csak egy darab van Manuelnél. Elvileg ugye ez az egyetlen, amiről tudunk, hogy Európában van, ugye? Jól tudom? Tehát elvileg csak Manuelnek van egész Európában. 4-3 az állás, haladjunk tovább. Melyik amerikai rappernek kapható merch-e itt a DTS üzletben? Young Thugnak, NBA Youngboynak, Pop Smoke-nak vagy mindegyiknek? Most nem ér ott gyorsan körbenézni és aztán beordítani a választ. Most nem tudom, hogy így számít-e. Mert amúgy én full képben vagyok ezzel kapcsolatban, utána néztem a dolgoknak, meg ilyenek, de hogy így amúgy nem tudom, hogy az úgy... Tehát, hogy mi számít merchnek? Itt az a kérdés? Az, hogy így ő kiad egy ruhát, az a merch-e vagy... Ezt most itt ne gondol túl. Jó, akkor nem gondolom túl. Ez most itt melyik, tehát igen, igazából leegyszerűsíthetjük, most nem az jó, lesz a döntő akkor kérdés. Akkor megvagyunk. Mersenek számít. Jó. Ti is megvagytok? Most kezdjük a PP-vel, akkor ha már így. Szerintem a D. Egy szerintünk a D. Tehát mindegyiknek? Szerintetek? Igen. Szerintünk is a D válasz, igen. Mindegyik. Az úgy nem ér, hogyha mindig direkt ugyanazt mondjátok. És akkor... Tényleg az összesnek. Young Thugnak is egyébként rajtad pont az látható, Gigi. Bocs. Youngboynak is, Pop Smoke-nak is. Van itt merch-e, tehát 5-4 az állás. Nagyon szép, menjünk tovább. Melyik rappernek nincsen gyereke? Playboy Carti, Lil Baby, Juice WRLD, vagy mindegyiknek van? Igen, meg vagyunk. Kezdjétek most itt, de még itt még nem szólaltál meg sokszor, úgyhogy most nem mond. Szép. Juice WRLD-nek nincsen, azt mondod? És szerinted sincs? Tényleg nincs. Ennyire könnyű? Ennyire kérdés vagytok? Nem, csak ennyire fel vagyunk készülve. Hát ez a gyakoroltatok mi, ott van mindenki. Hát tényleg, Juice WRLD-nek. Na, következő kérdés, melyik rapper nem koncertezett még Magyarországon? Tyler, the Creator, Ray Shremmerd, Rondo da Sosa, vagy egyik sem? Mi meg is vagyunk. Villámgyorsak vagytok. Mi a tipp? A D válasz egyik sem. Egyik sem? Szerintetek? Szerintünk a C. Szia. Végre ti tudjátok, és ti nem. Végre tudjátok mindketten, ez most egy kicsit jó, hogy nem ennyire könnyű. Igen, tehát Rondo da Sosa, habár ugye olasz, és közel van hozzánk, többiekhez képest, ő még nem volt, Tyler, the Creator és Ray Shremmerd is mindketten 2015-ben voltak itt a szigeten, úgyhogy kiegyenlített a PP. Nyolcadik kérdés, a kérdés úgy hangzik, hogy melyik rapper van legrégebb óta a börtönben? Young Thug, YNW Melly, TK vagy Tory Lanez? Kész vagyunk, srácok. Ne kiabáljátok be, légy szíves. Jelentkezéssel lehet. Jelentkezni. Készen vagyok. Igen. Peti. C. Take-e? Szerintetek? Szerintük a B, YNW Melly. Hát srácok, eddig nagyon szépen vezettetek, de ezt is rosszul tudjátok. Átvette a vezetést a PP, ugyanis Take-e már 2017 óta. YNW Melly csak 2019 óta van börtönben, úgyhogy 7-6-ra fordította a PP. A 9., tehát utolsó előtti kérdés következik. Miért tartóztatták le Travis Scottot 2015-ben és 2018-ban is? A. Füvet árult. B. Nem fizetett adót. C. Rálőtt a szomszédjára kétszer is. Kész vagyunk. D. Rendbontásra ösztönözte a rajongóit. Kész vagyunk. Várjuk meg, amíg a rajongói csapat is kész vagytok? Na kezdjük most a PP-vel, tehát miért tartóztatták le Travis? Szerintünk D. D, tehát rendbontásra. Igen. Rendbontásra ösztönözte a rajongóit. Szerintetek? Szerintünk is a D. Mindketten jól tudjátok, igen. Pontosabban a koncertjén ösztönözte arra a rajongókat, hogy törjék át a kordonokat és jöjjenek oda hozzá a színpadhoz. Marad a
a PP javára a vezetését, 8 hét van jelenleg, és elérkeztünk az utolsó kérdéshez, ahol most vagy megnyeritek, vagy pedig kiegyenlítetek, és aztán fekvőtámaszolással kell eldönteni. Nézzetek a képre, kinek a gyémánt fogsora látható a képen. Smoke Purple-nek, 6ix9ine-nak, Gigi-nek, nem viccelek, Trippy Red-nek, vagy Playboy Card-nek. Mindenki megvan? Kezdjétek ti. Kinek a gyémánt fogsora látható a képen? Trippy Red-nek. Szerintetek? Trippy Red-nek, jó. Szerintek is. Hát srácok, azért gratulálok, mert az elején nagyon fényesen éveltetek felfele. Annál nagyobb volt a bukás a végén, amikor megfordította a PP a vezetést. Tehát így most 9-8-ra egyetlen egy ponttal megvertiteket. Micsoda, mi nyertünk? Igen. Igazából úgy lett volna a történet, hogy ha ti nyertek, akkor kaphattok ingyen PP merchet, viszont végül is így is nyertetek, mert így lehetőségetek van vásárolni PP merchet, úgyhogy azt kaptok, és kulcstartót is fognak kapni, ugye jól tudom, és a PP mit nyert? Egy tapsot. Egy óriási tapsot nyert a PP. Büszke vagyok rátok. Nagyon jól kívül vagytok a kultúrában, nektek pedig köszönöm, hogy megnéztétek. Egy élmény volt. Köszönjük szépen. Csókolom. Csókolom.